Szávoszt Katalin szobrászkerámikus vagyok. Budapesten születtem, szüleim nagyon fiatalok voltak, tulajdonképpen nekem nem volt testvérem, tehát egyedül nőttem fel. A családban több művész volt, előttem is. Van egy dédapám, aki zeneszerző, Zimai László, akiről Kecskeméten utcát neveztek el, és a Szávoszt vonalon is több kiváló ember volt, aki például Szávoszt Alfonz, aki a Budapest ipartörténetében komoly szerepet töltött be. Tehát a családilag egy eléggé kvalifikált környezetben nőttem fel, bár ezek az évek, amikor én gyerek voltam, nem voltak könnyűek, az 50-es évek. A gimnáziumot, a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba jártam, nagyon jó tanuló voltam, akárhova mehettem volna, de én az iparművészeti főiskolát pályáztam meg. Nem, szüleim nem örültek ennek, meg kell mondjam, mert sokkal gazdaságosabb polgári foglalkozást szerettek volna nekem. Az iparművészeti főiskola elvégzése előtt még elvégeztem egy porcelánfestő iskolát, pontosan az ő kérésükre, hogy legyen valami gyakorlati foglalkozás a kezembe. Az iparművészeti főiskolát 62 és 67 között végeztem. Ott porcelán szakra kerültem, szinte valószínű, hogy a porcelán festés folytatásaként. Nagyon jó mestereim voltak, Schrammel Imre és Jánosi György, akikre nagyon szívesen emlékszem vissza. Nagy évfolyam voltunk, sok kiváló kollégával, akik később is boldogultak ezen a területen. A főiskolára valójában én nem sokkal a végzésem után visszahívtak, visszakerültem. Mesterem, Schrammel Imre visszahívott először ösztöndíjasnak, majd pedig tanársegédnek, és 1978-tól egészen 2001-ig én a egyéni teljesítmény, vagyis a tevékenységem mellett én tanítottam az iparművészeti főiskolán. Először a kerámia szakon, majd 80-tól kezdve, 80-tól, nem 78-tól kezdve átkerültem az alapképzési intézethez, akkor már adjunktus voltam, és ott ennek az alapképzési intézetnek a program kidolgozásában is részt vettem. Ez egy nagyon érdekes szisztéma volt. Valójában a Bauhaus elvei alapján próbáltak egy előkészítő intézetet tenni a szokványos 4 éves képzés elé, tehát így lett a főiskola 5 éves. Ezt az itteni tanítást azt nagyon produktív szellemi tevékenységként éltem meg. Munkáimat valójában, tehát a saját alkotó tevékenységemet végig paralel végeztem a tanítás mellett. Tehát nem mondhatom azt, hogy ez a két vonal külön ment bármikor is. Az első perctől kezdve, hogy befejeztem az iparművészeti főiskolát, elkezdtem saját műtermemben is dolgozni. Mivel hogy porcelán szakon végeztem, elsősorban porcelán anyagból kezdtem dolgozni, de nagyon hamar már nem az edény és a formaterv világában, amire tulajdonképpen az oktatás az iparművészeti főiskolán vonatkozott, hanem elkezdtem egyedi plasztikákat, főleg kis plasztikákat csinálni, egy nagyon sajátos technikával, egy felújított, valamikor a 17. 18. században művelt
porcelán technikával dolgoztam, és ennek akkora sikere volt, hogy nagyon sok meghívást kaptam külföldre is. Nagyon sok kiállítást csináltam tulajdonképpen külföldön. Ez a sorozat elkezdődött 89-ben, és 2001-ig bezárólag külföldön legalább 15-20 kiállításom, önálló kiállításom volt. Talán számomra a legemlékezetesebb a 94-es New York-i kiállítás. Előtte egy évvel volt Ottawában egy kiállításom, és még előbb a 89-es Helsinki. Utána kiállítások következtek Olaszországba, Bolognába és Krémába gyűjtett. Most ennek az lett az eredménye, hogy sok munkám került gyűjteményekbe, tehát külföldi gyűjteményekbe is, egy-két közgyűjteménybe és nagyon sok magángyűjteménybe, mert ez alatt az idő alatt kint a kiállításokon vásárlások is voltak. Természetesen nem hanyagoltam el az itthoni kiállításokat sem, legalább 30 vagy 40 kiállításom volt itthon Magyarországon, minden nagyobb városban, és tulajdonképpen nagyon szeretek kiállítani, ennek talán az is az oka, a meghívásoknak is, de annak is, hogy nagyon szeretek kiállítani, nagyon szeretek megmutatkozni kiállítás formájában, hiszen nekünk művészeknek nem sok olyan formunk van, ahol látszódunk, mert ez az alkalom, amikor meg lehet mutatni együtt valamilyen koncepcióval, hogy hol tartunk, mit gondolunk, és hát ugye hiába egyik művész sem saját magának dolgozik csak, hanem szeretné átadni azt, amit ő érez és gondol a többieknek. Tehát 2001-ig foglalkoztam porcelánnal, aminek a megkoronázása a Herendi megbízatás volt. 4 éven keresztül külső tervezőként lányfigurákat terveztem Herendnek. Amikor ez a munka befejeződött, valójában az én kapcsolatom is befejeződött a porcelánnal, és jött egy olyan időszak, amikor a grafikát önállóan elkezdtem művelni. Ez 2004 és tulajdonképpen a mai napig terjedő idő, de ez már szintén azt kell mondjam, hogy lecsengőben van. Tusrajzokat készítettem, és színes ceruzával készítettem képeket. Nagyon sok kiállítást csináltam kizárólag ebben a témával. Ami ezt követte, a samottos agyaggal való munka. Sok helyen jártam művésztelepeken, itthon és külföldön is. Ezek ilyen 4-5 hetes tartózkodások, amikor kizárólag az ember csak a tovább lépésre, a munkára koncentrál. Nagyon sokszor nemzetközi ez a művésztelep, tehát mód van arra, hogy kollégákkal, külföldi kiváló kollégákkal találkozunk, főleg technikailag sok mindenbe információt cseréljünk, és ezek után a munkák után, ezek után, az itt eltöltött idők után mindig valami változás történik abban a folyamatban, ahol éppen tartok. Tehát most ott tartok, hogy 2010-ben én kaptam egy Ferenczi Noémi díjat, de ez már azt is összefoglalja, hogy milyen pályát futottam be a szakmába. Most, amikor hát az ember egy kicsit már fáradtabb, ugye, mikor egészen fiatal voltam, akkor kis porcelán plasztikákat csináltam, most ilyen 2 méteres samott plasztikákat építek, de hát ez az ember nem egészen maga határozza meg, hogy merre tart, hanem szinte sokszor az út viszi arra, amerre éppen vezet. Egy lányom van, Réka, 1970-ben született, érintőlegesen ő is szép érzékkel és hát érdeklődéssel, képzőművészeti érdeklődéssel van megáltalva, de ő a reklám területen dolgozik. A unokám nincsen még, de tulajdonképpen ez a pálya, amin én mozgok, meglehetősen kitölti az ember életét.
azt, hogy azt is elmondhatom magamról, hogy ez az én hobbim is. Tehát valójában egész életemben azt csinálom, amit legjobban szeretek csinálni, de természetesen vannak kedvenc területeim, például nagyon szeretem az állatokat, mindig tartunk valamilyen kis állatot. Azon kívül szeretem a természetet, szeretek kirándulni, szeretek utazni, de igazából az az a vonal, ami végigmegy az egészen, az a munkám és a művészet érdeklődésben, és valami még ugye a művészet oktatás, mert a mai napig is oktatom a művészetet, egy kerámia csoportot viszek, az utolsó pillanatig fogom csinálni, ameddig csak tudom csinálni, tehát azt kell mondjam, hogy a pályám az inkább azt lehet mondani a pályámról, hogy az okozott inkább nehézséget, hogy az életnek az egyéb területeit ehhez a fővonalhoz hozzáigazítsam. Egy művésznek az élettörténete azért kevésbé érdekes ahhoz képest, amilyen érdekes a lélek története. Ennek viszont ez a film hát nem adhat lehetőséget erre az a film. Mindent összefoglalva, vissza is tekintve, ezt a pályát, ezzel a pályával én nagyon szerencsésnek érzem magam, és azt gondolom, hogy még tovább is nagyon sok mindent tartogat nekem is, és a közönségnek is.